ennek megfelelőségük a mindabot rögtön Orló Eszter, aki a mozgás digitalizálós kalálizmot fog beszélni. Aztán belecsapunk, sőt most is belecsapunk, mert csak igazából három kontinensen vagyok egyszerre, vagy szétszólt. Tehát három kontinensen van egy startup, úgy innen belőle nálam nincsen, és nálam sok vagyok. Hello! Sziasztok, én Orló Eszter vagyok, a Notch társ alapítója, ami egy olyan viselhető szenzor készülék, amely képes letörni a mozgását 3D-ben, és ha ezt viseljük, akkor több ilyen szenzor esetén képes visszavezetni egész rendelítást a mozgást. És mi alapvetően New York-i Budapesti Shenzhen 3 startup vagyunk, és arról szeretnék mesélni, mi a tapasztalatom, illetve az élményeim a globális cégvezetéssel kapcsolatosan. Történetem 2010-ben kezdődött, amikor is felvételiztem a New York-ba egy mesterképzésre, és ezen a szakon az volt a legfontosabb, hogy a jelenleg a legújabb technológiát, ami értelmezzük, átgondoljuk és hogy belevessük, vagy beledolgozzuk a alkotásaink a projektjeinkben. És akkor kint voltam, akkor én is meg az iPhone-omat, úgyhogy rájött, akkor volt ez a pont az ilyen a telefonos, mobil korszaknak a hőskora, és ekkor debütált az Instagram és többek között másokkal is. És hogy az évek haladtak, ugye ezeket a trendeket meg tudtuk figyelni, és a következő, ez egy kicsit vívja, ugye a Kinect volt, mint a 3D-s kamera, és én is fejlesztettem el játékokat, és aztán pedig ugye a sulin végezetével rájöttünk, hogy volt egy ilyen 3D-féle mozgalom, és nekem is volt egy kis projektet, amit aztán Kickstarterre vittem, egy open source platformot, és meg is kaptam rá a pénzt, és aztán egy éves küzdelemmel nekem sikerült is lefejeztem ezt a dolgot. És én nem eltettem a végén egy hátra a csodottam, mert amikor megfogadtam magam, hogy soha többet nem fogom ilyen dolgozni. És találkoztam Stepánnal, mint a vele jártam egy iskolában, és mindenkettőnek az volt az ötlete, hogy kéne olyan fizikát fejleszteni, amiben nincsen képernyő. És akkor ezen az ötleten gondolkozva, éjjel-nappal, még éjszakában nyomulat fejlesztettük a nyilván kis prototípusunkat, minden pár hónap múlva előálltunk egy prototípuson, egy demóban aztán nyilván bekapunk mutatni másokat. És ugye amikor alapvetően az ember vagy a felhasználókat keres, vagy a másik megoldása az, hogy valami korai befektetőket, amit ugye venture capitalist elméletben csak kapitalistnak hívunk, és így jutottunk, megnyertünk egy pályázaton, és egy hardware inkubátorba kerültünk ki, Kínába, Shenzhen. És ez a kép azért is tetszik nekem egyrészt, mert nem azért szemcsés, mert az iPhone-on meg a kamerája rossz, hanem mert vagy az a légszennyezettség elég magas. A másik, amit láthatok, hogy a kínaiak nagyon szorgalmasan éjjel-nappal építkeznek, és dolgoznak, megjártanak. Úgyhogy ez egy tökéletes hely arra, hogy nem csak, hogy a ugye, hogy folyamatosan fejleszte a hardware-et, ott bal oldal, jobb oldal látjátok, hogy nem tudom, a 14 revízió mentünk végig, és a jobb oldalon pedig látjátok azt, hogy ha lemész a piacra, akkor nem cukromot veszel, hanem tényleg bármilyen ellenállást ott helyben. Úgyhogy fontos volt az, hogy nekünk ugye folyamatosan fejlesztünk, és ahogy láttuk, hogy így egyre nagyobbodik a projekt, ugye gondoltuk, hogy le kéne fejlesztőket mozdulni, csak kibújt meg a műszaki egyetemes kapcsolatunk révén, ugye ez is valami Skype-on keresztül tartottuk a kapcsolatot, és dolgoztunk együtt, hogy valami hasonló szép dolgot csináljuk. És akkor a másik fontos dolog kínálunk, ugye, hogy találjunk egy gyártót, akivel kényen vagy boldogan kezet tudunk rázni, és tud nekünk segíteni a gyártásban. Ami lényeges, és most is, hogy általában azon dolgozunk, hogy a komponenseknek a lead time-ja az 12 hétről 8 hét legyen, és nem csak pár hétet tudjunk begyártani, hanem akár több 10-100 000-es napságrendű elektronikai dolgot. És akkor mit kéne, hogy melyik van nyomunk? Tehát, hogy ugye a napcsolat már elmutattam, hogy ez 3 éven leköveti a mozgásodat, és ez a videó látszik, ez egy ilyen tech videó, hogy ugye 230 embernek a testén, és ugye visszaköthető az emberi karmozgás, a pályán, meg sokkal több biomechanikai adatot is nyerhetünk ki belőle. És úgy, hogy az ember többet is alakul az egész test, ugye a 8 cég, akkor az egész test, hogy a mozgása lekövethető. Ugye, és hogyha van egy termék az embernek, meg van egy, meg igen, tehát a sikerhez az út, akkor mindenképpen a mélyen keresztül vezet. Úgyhogy januárban jelentünk a Las Vegas a CES-re, ez a Consumer Electronics Show, ahol szerencsére nagy népszerűségnek örvendünk,
és a legnagyobb ilyen outletekben megjelentünk, és az volt a szerencsésen minden a pályánk, mindenki nagyon szeretnék ezt tanulni, csak úgyhogy van is forgalmunk, meg érdeklődésünk. Úgyhogy végül is most ugye itt tartunk, itt vagyok én Budapesten, egyrészt van már egy fejlesztő csapatunk, akik folyamatosan nő, meg arra készülünk, hogy egy hónapon belül felkerüljünk a Jordan kampányra, a Kickstarterre, és aztán ugye lehessünk nyár végén Kínába gyártani, és aztán Amerikában láthassuk a terméket, meg globálisan. Egytől
tudtuk